Igazi sikertörténet kellős közepén állunk itt a mai nap folyamán. Még élénken élnek bennem a befektetési tárgyalások, amiket a Sensirion svájci cégvezetésével tartottunk egy pár évvel ezelőtt. Éppen meséltem itt az uraknak, hogy ott ültünk a tárgyaló asztalnál, és kérdeztük, hogy mégis mi a cég terméke. És akkor mondták, hogy hát már ott van az asztalon ezek a szenzorok, és akkor tényleg szinte nagyítót kellett elővegyünk annak érdekében, hogy ezeket a termékeket szemügyre vegyük. Na hát ez az a magas hozzáadott érték, amit a Sensirion cég képvisel, és ez az az iparág, és ez az az iparfejlesztés, amelyet Debrecen város vezetése is képvisel. 2021. szeptemberében elindulhatott a sorozat gyártás, hiszen ugye az első gyáregység átadása került. Mégis mi történt azóta? A Sensirion egy igazi márkanév lett azóta a városban. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan megismertük a Sensirion céget, a Sensirion tevékenységét. Kiváló oktatási együttműködések valósultak meg. Hát ugye, aki Ábrahám László ügyvezető urat ismeri, azt tudja, hogy a STEM képzésben abszolút partner az oktatási intézményekkel, még korábbi állomáshelyén is az volt, és így van ez a Sensirion vállalatnál is. És hát azok az oktatási együttműködések, amelyeket a Debreceni Szakképzési Centrummal, illetve az egyetemnek a vonatkozó karaival kötöttek, azok azt gondolom, hogy egy nagyon fényes jövőt vetítenek elő a Sensirion debreceni tevékenységére vonatkozólag. Gratulálok ezekhez az együttműködésekhez. És hát mi történt azóta? Ugye felvételre került 100 fő az első gyáregységbe, és a debreceni munkavállalók bizonyítottak. A debreceni oktatási intézmények és a debreceni munkavállalók bizonyították, hogy igen, oké, hogy a Sensirionnak van Svájcban gyáregysége, tevékenysége, de a debreceni egység semmivel sem rosszabb a svájci tevékenységnél és a svájci telephelynél, és a Sensirion vezetése úgy döntött, és ennek most már szemtanúi is lehetünk, hogy igen, Debrecenben bővíti a gyáregységet. Újabb 7000 négyzetméteres bővítésről van szó, és újabb 100 fő foglalkoztatásáról egy 4 milliárd forintos beruházás tekintetében, és amelyhez ugye nyilván a Sensirion, mivel magas hozzáadott értékű tevékenységet képvisel, ugye ehhez olyan berendezések is szükségesek, amivel ezeket a szenzorokat előállítják, és hát ugye a berendezéseknek az értéke is további 4,5 milliárd forint érték fog ide a debreceni új gyáregységbe kerülni. 22-ben 1,5 milliárd volt körülbelül az árbevételünk, 23-ban már 6 milliárd, és egyre újabb és újabb termékeket viszünk a piacra. Például ebből az icipici termékből, amit az egészségipar használ leginkább, ebből már több mint 6 milliót gyártottunk. Most, hogy Amerikában is a környezettudatosság már kezd dominálni, és nem akarnak olyan vívőgázt használni a klímaberendezéseikbe, amelyik a légkört rongálja, ezért ők olyan gázt használnak, ami a légkört nem bántja, viszont robbanásveszélyes. És hogy ne robbanjon be egy klímaberendezés, hát kell egy szenzor, ami kismértékű, tehát nagyon pici koncentrációban is már kimutatja, hogy a gáz szivárog és le kell állítani. No, ez az, amivel a 23-as évben nagyon sokat dolgoztunk, és idén már több mint 150 ezer darabot gyártottunk és értékesítettünk. És ha az ember a kettőt csak összeveti egymás mellé, akkor lehet látni, hogy ennek a helyigénye lényegesen nagyobb. Tehát ezért is kell nekünk az új épület, az új raktárbázis. Jelenleg már külső területet is bérelünk azért, mert a jelenlegi raktárkapacitásunk nem volt elég, és én nagyon remélem, hogy szeptemberben ezen épületnek az északi sarkát, a raktárbázist már birtokba tudjuk venni, és akkor mindent házon belül csinálunk. Most tulajdonképpen egy high-tech gyártáshoz mi is kell? Tulajdonképpen néhány dolog. Először is kell egy épület. De nem csak egy akármilyen épület, hanem egy high-tech épület. És hát ezt a Honeppel közösen hozzuk létre. Nem rejtem véka alá, hogy azért edukáljuk egymást. Tehát, hogy mi milyen épületet szeretnénk, hogy mind. Én azt hiszem, ez egy kölcsönös dolog, mert egymástól sokat tanulunk, és egyre jobbak leszünk.
Kell hozzá beszállítói háttér, aki az alkatrészeket szállítja. Ezt itt részben Magyarországon megtaláltuk, de a kulcsát, a lényegét azt az anyacégtől kapjuk, a szenzorokat. És hát kell hozzá a megfelelő munkaerő. És a munkaerő, ez egy kritikus kérdés. Tehát nagyon hálás vagyok, hogy itt van a Debreceni Egyetem, a szakképzőcentrum, amely kibocsátja azokat a potenciális kollégákat, akik majd itt dolgozhatnak nálunk, de minden egyes munkatársunk nagyon-nagyon fontos. És ezért is rendeztük meg a mai napot így, hogy a teljes csapatunk itt van.